Ez is a ti bűnötök, elborult a gyúfides szavazók. Hány éhező gyereknek lehetne ebből enni adni? A 11-es stadionnal büszkélkedő ZTE harmadosztályba esett ki, a legutóbbi meccsükön 418 ember volt kinn. 1,5 milliárd forint közpénz ment el rá. Az ETE jelenleg az NB2-ben játszik, 29 forduló után kieső helyen állnak, úgyhogy ha elmarad a nagyhajra, jövőre könnyen a harmadosztályban folytathatják. Ott majd komoly látványosság lehet a 11.000-es stadionjuk, igaz, ha esetleg kiesnének, nézőszám csökkenéstől már nagyon nem kell félniük, jelenleg is alig jár ki bárki a meccsekre.